Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm nézőinket! Mai műsorunkban a koronavírus húspiacra és a borászati ágazatra gyakorolt hatásai mellett foglalkozunk a felnőttek képzésével, ugyanis szeptembertől a két ingyen megszerezhető szakmát már egyéni tanrendben is tanulhatja bárki a Szekszárdi Szakképzési Centrumnál. Tartsanak velünk! A koronavírus járvány válságba sodorta a hazai hús ágazatot is. A Baromfi Terméktanács, valamint a Vágóállat és Hús szakmaközi szervezet vezetője egyaránt azt mondja, hogy nagy a baj. Az éttermek és szállodák bezárása miatt feleslegessé vált hús most ugyanazon a piacon keresi gazdáját, ami túlkírálathoz, ezáltal pedig az árak csökkenéséhez vezetett. A vágóhidak már csökkentett kapacitással működnek, így az állatállomány beragad a tenyésztőknél, ha nem találnak új piacokat mielőbb. A koronavírus miatti megváltozott élet a gazdaság legtöbb ágazatában visszaesést okozott, vannak viszont, ahol egyenesen válság fenyeget, ilyen a húságazat, szerte a világon bezártak az éttermek, szállodák, nem működnek a konyhák, így nagy mennyiségű hús vált feleslegessé, nem csak idehaza, hanem egész Európában. Magyarországon most hetente 10-12 ezer sertéshízó torlódik fel a vágóhidakon, a túlkínálat a kereskedelemben áresést, a termelőknél válságot okoz idehaza, a húságazat szinte minden szektorában. Ez a piaci szegmens egyik napra a másikra megszűnt, hogy érzékeltessük mondjuk Spanyolország esetében. Spanyolország Európa legnagyobb húskibocsátója, éves szinte 45 millió sertés bocsátanak ki, és a 45 millió sertés nyilván időarányosan elosztva 30-40%-a Spanyolországban az a turizmusba fogy el, vagy ott van felhasználva, mind a sonkába, illetve mind a tőkehúsba, és húsvét után ugye nem indult meg a turizmus, és a rendkívül nagy mennyiségű árukapacitás, tehát akár friss húsra, vagy adott esetben félkész termékre gondolok, hogy nincs a turizmus, keresi a piacait, és hát ugye jellemzően elsősorban ezek európai piacok, és ezek lenyomják az árakat, így Magyarországon is jelentős élősertés árcsökkenés van, nyilván ez kihat a feldolgozók és a sertéstartó kapcsolatára, de elsősorban nem is az ára a legnagyobb probléma, ami önmagában nyilván azért gond, hanem azt, hogy a vágóhidak a korábbi kapacitásoknak a 70-80, vagy adott esetben 60%-át vágják csak le. Tehát egyszerűen a sertéstartóktól nem viszik el a sertést, mert nincs piaca, így nem is tudják levágni, így túltartják a jószágokat a sertéstartók, de a rotáció miatt, a tenyésztés miatt már a következő generáció az már ugye érkezne az olba a fialások után, tehát egy komoly válságnak nézünk elébe, ezt próbáljuk valamilyen úton módon levezetni majd. Hasonló a gond a szárnyasoknál, Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács elnök igazgatója azt mondja, az Európai Uniós tagállamokban, így Magyarországon is jelentős kiesést okozza a baromfi hús piacon a turizmus vendéglátás leállása. Európai szinten egy nagyjából 25-30%-os kiesést jelent a húsiparnak, azon belül pedig a baromfiiparnak. Ez országonként nyilván eltérő, Magyarországon is ez a 25% körüli érték az, amivel nagyjából kalkulálni lehet, és hát nagyjából ez a torta, ez azt jelenti, hogy ezzel a 25%-kal kisebb lett. Ez az, ami most jelenleg feleslegként jelenik meg a piacon, és okoz nagyon problémát a hazai baromfi vágó feldolgozó üzemeknek. Csorbai Attila azt mondja, Magyarországon például az élő csirke kilogrammonkénti felvásárlási ára 20 forinttal 230 forintra esett, az átlagos önköltség viszont 240-245 forint. A vágó feldolgozó üzemek kerültek nagyon nehéz helyzetbe, hiszen olyan alacsonyak az értékesítési árak, és gyakorlatilag sok esetben meg is szűnt a kereskedelem, hogy a készletek halmozódnak. Ezt követően, amikor a készleteket már nem tudják hová pakolni a hűtőkbe, akkor gyakorlatilag ez egy láncreakció szerűen tovább fog gyűrűzni a termelésre, illetve hát a szülőpár előállítása, keltetésre és a további folyamatokra is. Tehát szépen le fog állni a termelés, hiszen finanszírozhatatlanná válik.
Most mindenhol a probléma megoldásán dolgoznak, a sertések esetében egy egyszerűnek tűnő, ám szinte kivitelezhetetlen megoldást látna a legjobbnak Horváth István. Lenne egy gyors megoldása, mondjuk ami a magyar sertés ágazatot érinti, de ezt gondolhatok itt ugyanúgy a baromfi ágazatra is, de most elsősorban ugye nagyobb rálátásom a sertés ágazatra van, hogy mondjuk a mai naptól, május 1-től minden magyar állampolgár csak magyar húst hajlandó megvásárolni az üzletekbe. Tehát Magyarországon éves szinten körülbelül olyan 30 kg húst fogyasztunk, ez körülbelül egy ilyen 4-4,5 millió sertésből tevődik össze. Nagyjából ennyi a magyarországi vágások, tehát Magyarország önellátó lenne amúgy sertésből. Ez sajnos most abban a szempontból nincs így, hogy a kereskedelmi láncokban, főleg a külföldi tulajdonú diszkont láncokban nagyon sok importhús jön be Lengyelországból és jellemzően Spanyolországból. A kereskedelmi láncok nem csinálnak érzelmi kérdést abból, hogy magyar sertéshúst vagy magyar baromfi húst vásároljanak, ők azt fogják megvenni, ami adott esetben az olcsóbb, és adott esetben nem azt nézik például a húsoknál, a fogyasztó kevésbé foglalkozik azzal, hogy ami úgymond friss húsnak látszik, de külföldről jött, hogy az adott esetben mondjuk egy héttel ezelőtt nem még egy fagyasztóba volt. Miután a gyártók maguk határozzák meg az Európai Unióban a termékük szavatossági idejét, az fagyasztott áruk esetében akár 2 év is lehet, mondja Horváth István a hazai fogyasztás mellett érvelve. A baromfi terméktanácsnál úgy látják, az Európai Unión kívülről érkező húsimport leállítása esetükben már azonnali hatást érne el a piacon. Vannak olyan javaslataink a szaktárca irányába, valamint a nemzetközi szervezetek is tettek lépéseket az Európai Bizottság irányába, ami talán segíthet megállítani ezt a folyamatot. Éppen addig nem is kívánnék olyan dolgot mondani, ami elriasztja a kedves nézőket vagy hallgatókat attól, hogy micsoda nagy baj van. Én úgy gondolom, hogy lehet még orvosolni a problémát. Ennek az első számú megoldása az lenne, ha valamilyen úton, módon az Európába érkező importhús mennyiséget korlátoznánk, illetve újra gondolnánk azt, hogy szükség van Európába jelenleg 850 ezer tonna éves mennyiségben importhúsra. Ez most abszolút nem szükséges. Ez egy olyan intézkedés, amivel költségvetési hatások nélkül azonnal rendezni, vagy jobbá lehetne tenni ezt a piacot. És nyilván van számtalan szakmai intézkedésünk is, ami ahhoz segítene, hogy a termelést egy kicsit lassítani tudjuk, annak érdekében, hogy ezt a megváltozott keresletkínálati viszont az iparág valamilyen módon rendezni tudja. A sertéstartókat még a víz felett tartja, hogy a román sertésinfluenza miatt az ottani piac viszonylag nagy mennyiségű hazai sertést elvisz, de a további útkeresés elkerülhetetlen. Másik megoldás lehetne a kínai piacnak a beindítása, de ez gyakorlatilag elsősorban attól függ, hogy Magyarország tudná igazolni azt, hogy 2 évig a sertéspestistől tünetmentes, ami Magyarországon a vaddisznóban van jelen jellemzően Kelet-Magyarországon. Ez ugye nem nagyon valószínű, tehát itt elsősorban a hazai fogyasztást ezt kellene növelni, úgyhogy minden fogyasztót arra kérjünk, hogy a boltokban kimondott a magyar húst keresni, illetve a magyar húsból készült készítmények. Ez lenne a leges-leges nagyobb segítség, amellett természetesen az ágazat azért keresi a térségben a piacokat, és ebben Románia a legnagyobb partner. Horváth István bízik benne, hogy az élet mielőbb visszaáll a régi kerékvágásba, de úgy látja, hogy a sertéstartóknak a következő fél évben a túlélésre kell berendezkedniük. Óriási veszteséget okoz a borászatoknak a koronavírus. Nem csak az éttermek és a vendéglátóhelyek bezárása vetette vissza az eladásaikat, hanem az is, hogy ők sem tudnak vendégeket fogadni. Az érintettek azt mondják, a bevételeik 30-40%-a hiányzik most. A már eladott borokat készítik elő szállításra az egyik szekszárdi borászatnál. Szinte csak a multik felvásárló erejében bízhatnak a koronavírus idején, mondja Bodri István borász. A szekszárdi borvidéken több pincészet is foglalkozik vendéglátással. Most nekik is kiesik az ebből származó bevétel. Elmaradnak a borkóstolók és a rendezvények is. Így az értékesítés több mint 30-40%-kal esett vissza a legtöbb pincészet tulajdonosánál. Ezért az online eladással próbálkoznak.
Elég régóta, március közepe óta bezártuk a vendéglátó egységeinket, éttermet és a rendezvénytermünket. Ott nem folyik semmi munka, várjuk a járvány végét, és utána fogunk kinyitni. Az ottani dolgozók egy része besegít a szőlőben, egy része karbantartás munkát végez, egy része pedig szabadságon van. A borászati részen folyik a munka, a szőlőbe is műveljük a szőlőt, és megvan a kötetések, és folyik a gyomírtózás, és ilyen támrendszer javítás. Itt a pincészetnél panaszkodások és egyéb munkák voltak, egy része a csapatnak home office-ba dolgozik, egy része pedig itt a helyszínen. Itt nagyon sok munkát végeztünk, de úgy gondoljuk mi, hogy az értékesítés az idejében nagyon-nagyon csökkenni fog. Itt a kereskedők és az éttermek nem tudnak eladni bort, egyébként a múltikba tudunk bízni, hogy ők viszik a tételeinket, és nagyon erősítünk a online eladásban, a webshopos eladásban. Több borászat online is értékesít. Az online értékesítés terén webshopban szeretnénk minél többet értékesíteni, ezt elkezdtük, és egy kisebb sikerrel folytatjuk is. Mi is elindítottuk az online borvásárlást, nem is lehet rendelni borokat. Igazából visszaesett a forgalmunk, mert a vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek, szállodák zárva vannak. Igazából a kisboltok, illetve a szupermarketek vannak nyitva. Akik oda szállítanak borokat, azok kicsit jobb helyzetben vannak, mert ott legalább fogynak még a borok. Bízunk az online értékesítésbe, illetve boltunk még nyitva van, ide is lehet jönni vásárolni. Az idei év próbára teszi a szőlőfelvásárlást is. Gond ugyanis, hogy nincs elég hely a pincékben. A járvány miatt nem fogynak kellő ütemben a készletek, így a termelőknek, borászoknak mindenképpen új utakat kell keresniük. A tárolókapacitásokat bővíteni kell, hangsúlyozza Bodri István. Nem egyszerű az biztos, mert ha nem fogynak el a borok, nem lesz új borlak hely. Itt hát azt lehet tenni még, hogy tárolókapacitás bővítésbe kell gondolkodni. Itt mind a kisebb, mind a nagyobb borászatnak probléma, ez nem csak a kisiket érinti. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem ez egyszerű az év, de a szőlőt meg kell termelni, mert abból lesz az új bor, abból lesz a bor majd. Kihívások elő nézünk idén, nem lesz könnyű év, de mivel optimista vagyok, szeretném megoldani a kérdést. A megoldás az, hogy megpróbáljuk eladni, ha meg nem tudjuk eladni, akkor nem tudjuk, mi lesz még. Tehát úgy gondolom, hogy ha rövidesen vége a járvány időszaknak, vagy legalábbis ki lehet nyitni, és ellen kezdődik újra az élet, akkor nem lesz nagy probléma, az akkor lesz nagy a probléma, ha ez nem tud most, nem sokára, vagy nem tud rövidesen újraindulni, és sokat kell várni az újraindulásod, akkor lesz problémás helyzet, szerintem. Mészáros Péter azonban bizakodik, azt reméli, hogy az eladás megnő, és lesz hely az új boroknak. A szőlő sokat kinnalszik, nem tudjuk, hogy milyen termés várható. Az biztos, hogy a készletek azok nagyobbak, mint ilyenkor szokott lenni. Bízom benne, hogy az értékesítés megnő ősszel télen, és akkor az ősszel született szőlőt fel tudjuk dolgozni, és nem marad kinn a tőkén a szőlő. Több hónapos kiesés várható bevételből, ugyanakkor a szőlőt művelni kell. A permetszerek pedig drágultak. Minden nehézség és kihívás ellenére azonban folyik a munka a szőlőkben, pincékben. A vendéglátással és a borászattal is foglalkozunk. A vendéglátás úgy az teljesen be kellett szüntetni, a borászat az szerencsére működik. Akik a vendéglátásban dolgoztak, azoknak felajánlottuk, hogy a borászatban dolgozzanak. Valaki élt ezzel a lehetőséggel, valaki nem. Hát bízunk abba, hogy hamarosan jobbra fordul a helyzet, és akkor ki tud nyitni a vendéglátóegység is, és akkor minden működik úgy, ahogy eddig is működött. Azonban a kormány által bevezetett gazdaságvédelmi intézkedések, köztük a járulék kedvezmények már nem csak a vendéglátóipart érintik, hanem a szőlő és bor ágazat szereplőit is. Ez pedig nagy segítséget nyújt a koronavírus járvány okozta hatás enyhítésére, mondta Mészáros Péter. 25%-ot mindenképp visszaesett a borforgalom. Ugye a húsvét az mindig erős szokott lenni, és most a húsvét egyszerűen ilyen gyengébb volt, mint az eddigi húsvétok. Abba bízunk, hogyha rendeződik a helyzet, akkor bepótolják az emberek a borfogyasztást. Bodri István borász szerint is jók a kormány intézkedései. Ezek azonban nem pótolják a személyes kapcsolatokra épülő borkóstolásokat. És vannak ilyen
kormányzati csomagok, amit ha tudunk, akkor igénybe is veszünk. Ez segítség, de sose fogja pótolni a előtte levő időszaknak a lehetőségeit. Mostani optimista számításunk szerint 30-40%-os értékesítés csökkenésünk lesz idén, de ez most a mi számunk is optimista. Nem tudom, hogy mi lesz a vége ennek. Itt a kormányzati mentőcsomagok még kiterjednek valószínűleg a hiteleknek az elhúzására is, a hitel visszafizetés elhúzására is. Ez is egy jó dolog szerintem, mert ha nem tud hitelt törlesztés fizetni a vállalkozás, és mondjuk 10 évre, 20 évre módosítják a kamat és a tőketörlesztés, azért ez segítség lesz a cégeknek. Bizakodóak a pincészetek tulajdonosai, mivel augusztus végére már többüknél vannak szoba és teremfoglalások. Alapvetés ma már a szakképzésben, hogy szakmát szerezni csak iskolában lehet. Azt is sokan tudhatják már, hogy felnőtt korban sem késő váltani, és két szakmát ingyen tanulhat mindenki. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy erre akár egyéni tanrendben munka mellett is lehetőség lesz szeptembertől. Tehát ezt azt mondjuk, hogy tovább, és a kék plusz jelre kattintva tudunk egy új pótlapot kérni. Az adóbevallás megírásának lépéseit tanulták a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó Bezerédi István Szakképző Iskola felnőtt oktatásában résztvevők még januárban. A felnőttek képzésének több formája van, de alapvető lényege, hogy két szakma, valamint egy szakképesítés megszerzésére ma ingyen van lehetőség. Az eddigi fogalmakkal ellentétesen ugye szakképesítésnek neveztük mindazt, ami tulajdonképpen most szakma, ami az OK-ban volt. Ugye a szakképesítés is egyet a két szakma mellé ingyen lehet a jövőben szerezni, de ez egy más fogalmat fog jelenteni, vagy egy más fogalmat jelent. Ez egy szűkebb területet ölel most fel a szakképesítés. Ezek az akkreditált program akkreditációval rendelkező képzések lesznek, amit így tudunk majd adni. Tehát összességében kettő szakmát és egy ilyen szakképesítést ingyenesen lehet megszerezni. A Szekszárdi Szakképzési Centrumban szinte valamennyi hazánkban oktatott szakma elsajátítására van lehetőség, de vannak olyanok, amiket kiemelten kezelnek. 174 alapszakma van most jelen pillanatban. Tulajdonképpen, ha nagyon meggondolom, szinte mindegyiket tudjuk oktatni, képezni szeptembertől is, hiszen ezek egy része korábbi szakmák összevonásával jött létre, kibővítésével jött létre, hogy a gazdaság igényei kívánták. Ezekre felkészültek vagyunk, ezeket tudjuk oktatni. Ami nálunk kiemelt terület megyei szinten, illetve szekszárdi szinten egyaránt, ez a kereskedelem, az idegenforgalom, turisztika, vendéglátás, a műszaki szakterületek, ide tartozik a gépészet, speciális járműgyártás, de itt kell felsoroljam azokat a képzéseket, ami az informatikához vagy közgazdaságtanhoz csatlakoznak, illetve akár még olyan speciális dolgokat, mint a rendészet, vagy akár a honvéd kadét képzésünk is, ami itt is meg fog jelenni és meg tud jelenni. És most jön az újdonság. A felnőttek képzése eddig csak nagyon kötött módon iskolai keretek közt tudott megvalósulni. Ezeket a kereteket tágítják most, amennyire persze lehetséges. Nagyon izgalmas, hogy a felnőtteknek a képzését hogyan lehet megoldani. Ugye az ifjúsági képzés az egy szegmens, egy nagyon jelentős, meghatározó szegmens természetes módon. A felnőttek képzése egy nagyon izgalmas dolog. Ugyanis a felnőttek, amikor iskolába jönnek, akkor eddig ugye egy vagy két éves képzésben tudtak részt venni egy nagyon kötött munkarendben. Most szeptembertől már egyéni képzési rendeket tudunk kialakítani. A korábbi képzési időnek akár a 40%-áig le tudjuk csökkenteni a képzési időtartamot. Figyelembe véve azt, hogy milyen előzetes tudása van a képzésben jelentkezőnek, ezt be tudjuk számítani. És így tulajdonképpen egy felnőtt képzési jogviszony keretében, iskolai rendben, de egy speciális felnőtt képzési jogviszony keretében tudjuk ezeket a képzéseket végezni. Annyira nem tudunk egyedileg lenni, hogyha 15-20 ilyen jelentkezőnk van, akkor mindenkivel teljesen egyedileg dolgozunk. Azt viszont mindenképpen meg tudjuk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy kijelölünk akár a nappali rendben olyan kontaktórákat, amikor, hogyha ideje lehetősége engedi, bejöjjön, oda beülhessen, tudunk neki távoktatásba
digitális munkarendbe tananyagokat kijelölni, és azt tudjuk lehetővé tenni, hogy konzultációs időpontokban rendelkezésre állunk, illetve miután ugye maga a képzés gyakorlatorientált, teljes mértékben gyakorlatorientált, ezért azt is tudjuk vállalni, hogy azokat a kiegészítéseket tesszük meg az ő tudásához mérten, amire neki van szüksége. Így akár az is elképzelhető, hogy előzetes tudása alapján valaki a korábbihoz képest fele annyi idő alatt szerezhet szakmát, vagy még gyorsabban. Az lenne a cél, hogy akár a saját vállalati körülményei között is tudjuk ezt a képzést csinálni, meg tudjuk ezt is oldani. Az lenne a cél, hogy minél kevesebb időt vegyünk el abból a hasznosuló időtartamból, amit egy cégnél, főleg egy kis vállalkozás, vagy egy mikrovállalkozás esetében, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Ebből a hasznos időből keveset vegyünk el, ezért távoktatási programokkal dolgozunk, alakítunk ki természetesen olyan egyéni tanrendeket, amik ezt szolgálják. Itt alapjában véve azért ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogyha valaki munkában van, és valamilyen módon, autodidakta módon, de korábban már szerzett tudást, és ezt szeretném most formalizálni is, azaz papírt szerezni róla, akkor most ennek a lehetőségét tudjuk megadni, hiszen a saját cégénél, vagy abban a cégben, ahol ő alkalmazott, tudja mindezt a gyakorlatot teljesíteni, és amikor a gyakorlatot teljesítette, mi ahhoz teszünk kiegészítéseket. Tehát tulajdonképpen így tudunk mi nagyon rugalmasak lenni minden irányba. A Szekszárdi Szakképzési Centrumnál szeptembertől indulnak ezek az egyéni képzések, amikre egyébként évközben is lehet jelentkezni bármikor. Hozam című gazdasági magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói Szekszárdi Szakképzési Centrum, a Szakmád a Holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.